Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Duna Televízió nézőit határon innen és határon túl. Köszöntöm azokat a nézőket, akik már nagyon régóta folyamatosan nézik műsorunkat. A Törzsasztal műsorát. Törzsasztal. Német szóból ered, stammtisch. Tükörfordítás. A feladata a törzsasztaloknak az egész világon, hogy a szellemi elit vagy néhány jó barát leül, beszélget. Beszélget azokról a problémákról, amelyek éppen napjainkban fontosak, vagy beszélgetnek elvi kérdésekről. Ma itt egy olyan kérdésről fogunk beszélni, amely tulajdonképpen a törzsasztalnak a funkciója. Szellemi élet. Szellemi élet Magyarországon, Kárpát-medencében és a világ magyarsága körében. Azt hiszem, hogy Eötvös József óta, aki nem csak kiváló író volt, nem csak a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, hanem miniszter is volt, közoktatási miniszter. És ő mondta azt, ő vezette be azt, hogy a magyar szellemi élet, hivatkozva éppen Széchenyi Istvánra, aki alapította akadémiánkat, hogy a szellemi élet a legfontosabb tőkéje egy országnak, egy nemzetnek, a magyar nyelvnek. Nem véletlen, hogy Márai Sándor azt mondta, hogy a magyar nemzet tulajdonképpen nyelvében él. És ma mi arról szeretnénk beszélgetni, gondolatokat cserélni, hogy vajon a magyarság körében hogyan érvényesül az a szellemi élet, amely előre visz. Nem véletlen például, hogy nagyon sok esetben, például a Magyar Tudomány napja alkalmával, mi azokról a problémákról beszélünk, amely a világ magyarsága körében és a tudomány szempontjából fontosak. Ez a tudomány napja ma már nem csak nap, hanem egy hét, sőt egy hónappá változott. Hadd mutassam be kedves vendégeinket, Durai Miklós egyetemi oktatót, ír Kodolányi Gyulát, aki a Magyar Szemle főszerkesztője és egyben író, Kurulc Gyula író, és Hódi Sándort, aki író, de egyben pszichológus is, társadalomkutató. Ha arról beszélünk, hogy magyar nyelv és a magyarság fennmaradásának tulajdonképpen egy kulcskérdése, hogy vajon a születés pillanatától kezdve milyen szellemi környezetben nő fel valaki, hiszen ezt én mondhatom el, hogy az emberi agy működésében rendkívül fontos az egyén fejlődése korai szakában elsajátított reflexek, elsajátított gondolatok, és az, hogy magyar nyelven valaki az anyanyelvét tanulja meg először, az valahol determinálja azt, hogy ő nagy esélye van arra, hogy úgy nyilatkozzon, hogy ő magyar. Mi a helyzet Felvidéken? Felvidékről utóbbi időben szomorú hírek jönnek. Mondhatnánk úgy is, hogy az elmúlt több mint 90 évben jönnek szomorú hírek, de most még szomorúbbak ezek a hírek. Ugyanis a felvidéki magyarság fogy. Ennek sok oka van, nem csupán egyszerű demográfia oka. Kezd beérni az a több évtizedes elnyomás és a felvidéki magyaroknak a megtizedelése, amely sújtotta a felvidéki magyarságot nem csak a két világháború között, hanem főleg a második világháború után. Tehát a rossz hírek hátterének nagyon sok az összetevője. Egyik ilyen például a nyelv és a szellem. Ugyanis persze nem csak a felvidéken, illetve a mai Szlovákiában, hanem a Magyarországon szomszédos többi országban sem rózsás a helyzet, hiszen a magyaroknak a hátrányos megkülönböztetése, másodrendű állampolgári helyzetük és a kultúrájuknak, nyelvüknek a másod-harmadrangúsítása az előbb vagy utóbb szedi az áldozatait a felvidéken nagyon érezhetően. És mi a helyzet mondjuk nálatok? Hát nálunk nagyon érdekes jelenség figyelhető meg. Ugye
az átkosban, tehát a rendszerváltás előtt a nemzet tudat állapota azt hiszem nálunk volt a legsilányabb, legrosszabb, mert ott volt egy viszonylagos csábító jólét, és a jugoszlávság, mint eszme, és hát az avantgárd. Tehát valahol a valóság és a magyarság helyzetével az értelmiség, a szellemi élet nem foglalkozott, ez ki is fizetődött, ezt jutalmazták, serkentették, és hát az átlag ember és a tömeg is ennek megfelelően eléggé elvesztette magyarságtudatát, és hát téblából nem találta a helyét a világban. Most a rendszerváltás idején, tehát a kommunizmus legkésőben Szerbiában és legbotrányosabban is az egykori Jugoszláviában omlott össze, nagy fegyverropogás és népek írtása közepette. Valahol talán éppen ez a kutyaszorító helyzet, kutyaszorító kifejezés Miklóstól kölcsönöztem. Durany Miklós könyve, 1983. Kutyaszorító van, igen, köszönöm szépen. Ez kihozanítólag hatott, mint egy összerántotta, összepréselte a vajdaság magyarságot. Köztudott, hogy mi dolgoztuk ki a jövőre vonatkozólag azt a lehetséges koncepciót, forgatókönyvet, amely hát félig meddig, inkább félig, vagy nem egészen félig valósult meg egy kulturális autonómia formájában, akkor egy hármas autonómia tervezetbe. De nem ez a lényeg, hanem a fajdasági magyarság szinte egy emberként odaállt az önszerveződés, társadalmi szerveződés mögé, és valahol újra megtalálta magyarságát, önmagát. Aztán ez fokozódott, és hát reménykeltük volt a magyarországi változások is. Most legújabban például a kettős állampolgás lehetősége, megszerzése. Ez is vitalizálva, serkentőleg hatott. Viszont másfelől nagyon sok minden, hogy mondjam, mint egy befékezte ezt a folyamatot, és miután úgy látják, igen sokan, főleg a vidéki magyar értelmiségi, hogy egzisztenciálisan hátrányt jelent a magyarság tudatos vagy látványos vállalása, ezért hát meglehetősen kétszínű módon politikailag átsorakoznak az önfeladás szolgáló, nem tudom én, egyes vagy szert pártok soraiba. Többen szavaznak ma már azokra, mint a magyar pártokra, és rendkívül nehéz, keserves küzdelme vár arra néhány magyar emberre, pártra, önszerveződésre, meg megpróbálja a lelket is a tudatot tartani. Én nem hiszem, mint pszichológus, hogy itt ez a magyarság tudat megingott volna, hanem inkább magatartás szintjén jelentkezett egyfajta önfeladás, és ez az, aminek hát szeretnénk már a végét látni, és híremény teljesebb holnapot köszönteni. Kuruz Gyula, mint valamikor a Magyarok Világszövetségének egy illusztris tagja. Igen. Én 96-tól 2000-ig minden energiámmal, sejtemmel és erőmmel a Magyarok Világszövetsége sikeréért küzdöttem, aztán ez elég csúfosan végződött, amikor kicsit a 2000-es választásnál megverten eltávoztam a terepről, de volt módom körülnézni, megismerkedni a magyarsággal, de én most inkább egy történetet szeretnék elmondani. 1965-ben én Debrecenben voltam egyetemista. És Kovács Kálmán barátom az Újvidéken egyetemen volt vendégtanár. És mivel neki kedvenc tanítványa voltam, és süvölvény prózaíró, azt mondta, hogy nyáron menj le a Délvidékre, Újvidékre, és akkor ott mondok neked sok címet, és azok majd törődnek vele. Hát valóban elképesztően törődtek velem. Nagyszerű embereket ismertem meg, és egyszer ott a fórumban, mert hát az volt a kultúra közepe, egy csomó kitűnő délvidéki szellemi emberrel ültünk együtt, én kis taknyos egyetemista, és akkor úgy elöntött a nagy löttyös indulat, és akkor azt mondtam, mondjátok, mit tehetünk értetek, vagy mit tegyünk értetek, és akkor egy kerekfejű, kedves magyar író, akit Gion Nándornak hívtak, azt mondta, hogy csináljatok olyan országot, amiért érdemes magyarnak maradni. Ez egy olyan mondat számomra, amihez azóta is tartom magam, tehát föltétlenül mindig törődnünk kell a testvéreinkkel, mert nem tehetünk más, mert abban a pillanatban, amikor Magyarország bármilyen politikai vagy kormányzati formációja azt mondja, hogy nem, ez megtörtént már ugye egyszer,
Abban a pillanatban azt mondjuk, hogy Trianonnak igaza van. Mert ugye területekről lehet vitatkozni, lehet öldökleni egymást, meg ideológikát gyereszteni, de azt, hogy magyarokat csatoltak el akkor, amelyik magyar kormány azt mondja, hogy nem magyarokat csatoltak el, akikért mi felelősséget vállalunk, abban a pillanatban azt mondja, hát teljesen jogos volt ez a döntés a Trianon kastélyban. Igen, hát egy olyan labdát dobtál be, amit én is beszerettem volna dobni, tehát azt gondolom, hogy valóban nekünk nagy a felelősségünk. Hát persze ti tudjátok legjobban megmondani, hogy amit mondunk itt most mi, az valóban úgy van-e, de azt gondolom, hogy rengeteget számít Magyarország minősége. Nem csak az odafigyelése, hanem az, hogy Magyarország milyen. Ugye milyen állapotban van, milyen teljesítményet nyújt, és hát különösképpen ugye a nyelv és a kultúra fontos nekünk itt. Na mostan azért két irányú folyamatot lehet látni, illetve két egymással ellentétes folyamatot, úgy látom az elmúlt két évtizedben, ugye, mert ez a rendszerváltozás tette lehetővé azt, hogy létrehozzuk a Duna TV-t, ahol most ülünk, és amelynek a megalapításában és létrehozásában mi Vizilexivel nagyon tevékenyen jártunk ugye el éveken át. Hát Csóri Sándornak van. Ő volt az elnöke, az első elnöke a kuratóriumunknak, és hát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ez máig igazolt bennünket, tehát ugye lehet a sokat váltott a arculatát a Duna TV, sok minden történt, de beigazolódott, hogy ez fontos. És azt gondolom, hogy majd ti elmondjátok, hogy azért mi ezzel adtunk sokat. A másik probléma persze az, hogy a szellemi élet, én úgy érzem, hogy meggyengült 90 után, furcsa módon, ugye szabadok lettünk, és a kapcsolataink is most már szabadok lettek, tehát azok a kapcsolatok, amik annyira intenzívek voltak, de félig meddig titkosan és üldözötten Durai Miklóssal, Hódi Sándorral 90 előtt, azok legálissá lettek, tulajdonképpen ugye most nincs semmi akadály, de valahogyan a szellemi élet a háttérbe sodródott, először azért, mert az első kormány környékén és a parlamentben túl sok szellemi ember és író volt, akik emiatt és fel kellett adják a szellemi élet művelését, később pedig ugye egy új mentalitás lépett be, hogy igazából szakértőkre van szükség, belépett egy pragmatizmus, belépett egy technokrata világ, egy szakbarbárság, és ez nem itt jött létre, hanem egy olyan világban élünk, amit ebben az irányban halad. És ugye harmadszor ott vannak az anyagi vonzerők, nyilvánvaló, hogy nem csak nálatok, hanem itt Magyarországon is nagyon sok fiatal ember, vagy nem csak fiatal ember, ugye máshogy keresi a boldogulását a nagyvilágban. Én aki éltem, és hát vagyunk itt néhányan, akik éltünk hozamosan, te is ugye évekig nyugaton, Lexi is, azért mi tudjuk azt, hogy ez a legtöbb ember számára ez nem megoldás, lelkileg és egzisztenciálisan sem tulajdonképpen, és a nyelv lesz az igazából, ami visszahozhatja őket, bár a nyelvben lehet lakni idegenben is, ha idegen vagy, akkor is még tudsz lakni a nyelvedben, de eljön az idő, amikor ott akarsz megint lakni, ahol ezt a nyelvet beszélik körülötted. De a nyelv az valóban fontos, meg a kultúra, meg a magyarul való gondolkodás az anyanyelvnek a varázsa. De azért ne felejtsük el, hogy a rendszerváltozással egy olyan gazdasági verseny lépett be a térségbe, amire senki sem volt felkészülve. Ez nem azt jelenti, hogy itt sohasem volt versenyszerű gazdasági élet, de persze a két világháború között azért az más volt, mint a globális időszakban, tehát most, a globalizmus időszakában. De amikor bekövetkezett a rendszerváltozás, utána szinte egyik napról a másik napra a nyakunkba szakadt egy olyan új gazdasági helyzet, amelyben gyakorlatilag senki sem tudott helyt állni. Lásd a mai Magyarországot. Ugyanúgy a tengerfenekén van, mint ahogy a elszakított nemzetrészek, csak ott még egy fokkal rosszabb a helyzet. Említettem, hogy nem csak demográfiai okai vannak annak, hogy a felvidéken ilyen erős ütemben fogy a magyar elem, hanem többek között gazdasági oka is van, hiszen az a területsáv, ahol a magyarok élnek, az a mintegy 550 km hosszú és különböző mélységű területsáv,
ott a legnagyobb a munkanélküliség Szlovákia területén. Hát a legjobb helyen, most a Pozsony közvetlen környékét nem számítom, hanem mondjuk a Csalóköznek a középső meg a dél-keleti része, Komárom és vidéke, ott most már lassan 25%-os a munkanélküliség, és az még nem a béka feneke. Hogyha elmegyünk keletebbre, mondjuk a Garamtól keletebbre vagyunk, úgy fokozódik a munkanélküliség, hogy vannak kis régiók, ahol eléri a 70%-ot is. Hát a fiatal generációnak a egyharmad része úgy tűnik el onnan, elutazik, úgyhogy soha vissza sem fog jönni. Ugyanis nincs, ami visszahozza őt. Egyszer mondtam azt, hogy ma lehet, hogy fontosabb kérdés az, hogy vízvezeték legyen a faluban, mint sem, hogy megjavítsuk a kultúrházat, mert a kultúrházba csak akkor fognak elmenni az emberek, hogyha lesz szabad idők, hogyha jobban fogják magukat érezni. Ma már a vízvezeték is egy túlzás, mert nem a vízvezeték fogja megtartani most már az embereket, hanem a munkaalkalom. És munkaalkalom nincsen. Hiába fogjuk a magyar iskolákat támogatni, a magyar kultúrát támogatni, az emberek elfordulnak most már lassan mindenkitől, lassan tehát a nemzettől is, azért, mert nincs miből élniük. Tragikus a helyzet. De hát amit mondasz, hogy mennyire igaz, hogy a rendszerváltás után ezekbe az országokba bejött a klasszikus valódi kapitalizmus. A vadkapitalizmus. A vadkapitalizmus. Mi általában a rosszabbik tulajdonságát vettük át elsőnek, és nem az igazi versenyszellemet, hanem a legkülönbözőbb manipulációkat, de egyben megjelent az a furcsa helyzet, hogy az állam most már nem gondoskodik azokra a területről, és itt a szellemélet, itt a kultúra, hanem azt úgy gondolja, mert a kapitalizmusban úgy van, hogy megvan a mecénási réteg. Magyarországon, Szlovákiában, Erdélyországban nem volt meg a mecénás. Ez igaz, de van az ennek egy másik betülete is. Az állam azért óriási pénzeket tud áldozni mondjuk munkahelyteremtésre. Egy apró példát veszek szintén Szlovákiából, de ennek van egy magyarországi vetülete is. Ja, a Vágfolyó felső folyásán, tehát Árva megye, Zsolna környéke, Zsolnától északra eső terület, ami a monarchia idején is Észak-Magyarországnak a legszegényebb területe volt, onnan látták el munkaerővel a Osztrava környéki gyárakat, meg a bányákat. Ott most 3%-ra esett le a munkanélküliség, ha talán még jobban mutató, mert oda óriási pénzeket ruházott be az állam, hogy oda csábítsa a külföldi tőkét a koreai Kia autógyárat. Volt egy másik kínálat, Lévára hozhattak volna szintén egy dél-kelet-ázsiai beruházót, és arra nem adta meg a pénzt a kormány, tehát nem adta meg azt a pénzt, amivel ott tarthatta volna őt, eznek következtében ez a beruházás átjött Magyarországra, Dunai városba. De most soroljuk a példákat, mert szellemről beszélnénk, hogy a szellem miért kerül szorongatott helyzetbe. Azért, mert a szellem többé nem téma. A mi mai közéletünknek, meg amit sugalnak, a témája a gazdaság. Mindenki arról beszél. Gazdasági szükségszerűségek, a gazdasága fontos, IMF. Hol beszélünk mi arról, hogy egy jó regény megszületett? Szóba nem jön. Színház, ha botrány van, akkor kerül be a köztudatba, vagy a közbeszédbe. Egyébként a bulvár minden témát lehúz és kizárja a szellemi életet. Tehát azt a luxus helyzetet, amit az átkosba élveztünk, hogy volt egy elnyomó szervezet, világos volt mindenki számára, hogy ki az ellenség, az egész lakosság tudta, hogy kivel áll szembe, és az egész lakosság tényleg tudta, hogy kik azok, akivel érdemes beszélni és eszmét cserélni. A művészek voltak azok. Amikor mi 1000 író olvasó találkozóra elmentünk kis falvakba, egyetlen néni vagy bácsi nem olvasta el a könyvünket.
de beszélgetni akar. Állandóan beszélgetni, mert tudta, hogy ez az a közeg, és az összes magyar művész, vagy értelmiségi, ahol elmondhatja a gondját, és ahol őszinte válaszokat fog kapni. Persze aztán utána jött a letartóztatás, államellenes izgatás egyedek, de akkor egy ország számára volt téma a kultúra és a szellem. Most mondjatok egy részt. Nem gondolod, hogy el voltunk kényeztetve? Hát ha megnézed Angliát, megnézed Amerikát, hát ott az irodalomnak, vagy a legkiválóbb költőknek, íróknak messze nincs akkora befolyása, mint ami Magyarországon volt. De én azt nem tekintem mintának. Jó, rendben van, de várjál, ismerem. De arról beszéltünk, amit Durai Miklós is mondott, hogy a gazdasági helyzet úgy változott meg, hogy itt a pénz lett mindenek előtt a legfontosabb motívum, a munkahely, és az, hogy ne haragudjatok, ma még a barátságok is igazából az érdekek mentén köttetnek meg, és nem pedig az értékek megközelítőleg azonos megítélésén. Tehát az a törzsasztal szellem, az a szellemiség, amely egy baráti körben, egy vacsora közben, vagy akár a kávéházakban, mint a Hadik kávéházban valamikor, ez megszűnt. Ez igaz, csak a szellemnek és az értéknek van egy csodálatos tulajdonsága, még ha most az rejtőzködik is, és néha nem is látjuk, vagy nem belesen botlunk, hogy lehet, hogy a rejtőzködése menti át ezeket az értékeket a jobb időkre. Igen. Hát mert azért most nagyon sok, ami felszínre jön, az mindjárt megtámadják a darazsak, a gazember darazsak. Ez egy nagyon jó gondolat. És mindent tönkretesz. Ez egy nagyon jó gondolat, és oda tenném a másik mellé, amit itt a Gyula vezetett be, hogy hát azért nem beszéltünk az elektronikus médiáról, ugye itt ülünk a Duna TV-be. Na, de a Duna TV-t annak idején pontosan azzal az elhatározással csináltuk, hogy ez egy másfajta tévé lesz. És azért ezt nagymértékben meg is tudta őrizni, ezt a karakterét. De az elektronikus média nyilvánvalóan elviszi az emberek idejét, a számítógép a másik. Ma már közhely fiatalok közt is, akikkel beszélgetek, hogy a számítógép, ahol mindenkivel tudok kapcsolatot teremteni, magányossábbá teszi az embereket, ugye? Én nem hiszem egyébként azt, hogy ez a helyzet, amiben most élünk, ez állandó fog maradni. Nekem az az érzésem, de ez egy ilyen költői látomás, és a költőkben hajlam van az apokaliptikus látásra, hogy ez a válság ez el fog húzódni. Itt nagyon-nagyon sok minden össze fog omlani ebből az életformából, nem az elektronikus technológia, de nagyon sok minden, és lehetséges, hogy fontossá válnak akkor ezek a rejtőzködő dolgok, tehát pontosan a szellem élete, a barátság, az érzelem, az, hogy a családba beszélgessenek, ez még előtérbe kerülhet. Nem csak ez, most belőlem a pszichológus szólal meg, szóval, hát osztom mindazt, ami elhangzott, hogy itt az anyagi hiány, az elszegényedés, az, hogy a társadalom túl nyomó többsége rosszul járt a rendszerváltása, lecsúszott, tehát ez meghatározza a tudatállapotot. De hát hagyjuk vissza, míg az 1920-as években Otto Rank, egy pszichoanalitikus azt mondta, hogy az igaz, a rossz közérzetünk, szorongásunk, a neurózisunk, az tulajdonképpen valahol mégis a szellemi életnek és a tudatnak a következménye, jelesül azt tudjuk, hogy születtünk erre a világra akaratunk ellenére, el is megyünk akaratunk ellenére, olyan világban élünk, amilyet nem igazán álmodtunk magunknak. De hát itt bejön az, hogy tulajdonképpen mit érzünk, mit élünk meg, hogyan fogalmazzuk meg azt a valóságot, amelyben élünk, milyen perspektívát látunk. És azt hiszem, ez szorosan összefügg azzal, hogy az egész szellemi élet termés úgy, ahogy van, egy légüres térben alapszik. Tehát nem ezen a valóságban alapszik, nem mutat útmutatást, kiutat mondjuk a ma emberének. És ez nagy baj. Nagy baj. Most az a körülmény, hogy az elmúlt átkoshoz képest itt valahol az elektronikus médiának és más egyébnek köszönhetőleg a magyar szellemiség mégiscsak összezárt és világmagyarságban gondolkodunk, ez egy óriási változás ahhoz képest, ami korábban volt. Korábban volt 10 millió magyar is, kész. Nem volt magyar Csapóban, de Ausztráliában, én, Adándor, Felvidéke. Most gyakorlatilag a szellemi életet, kulturális életet tekintve is
sokkal nagyobb lehetősége, mozgástérrel és kapacitással is rendelkezünk a világhálónak, egyebeknek következve. Ez vitathatatlanul előrelépés. Amit én hiányolok, hogy tulajdonképpen ez az összeomlásszerű rendszerváltás is, ez az anyagi ellehetetlenés, de nem találta meg magát az a szellemi vezető rét, vagy akármilyen réteg sem, amelynek mégiscsak értelmezni kell ezt a valóságot. Amikor én azt látom az újságainkban, hogy és egyre másra nyilatkoznak, hogy milyen jól megtalálta számítását az, aki nem tudom én Hercegszántáról, Szabadkáról, Horgosról kivándorolt meg Kanadába, akár Ausztráliába, és most mennyire boldog is ez, milyen szabad és milyen demokratikus ország, akkor ez egy ordinális hazugság. Hát kérem szépen, ki kell menni, végig kell nézni. Hát egzisztenciálisan nyilván, hogy mondjuk minőségi életet élnek, na de hát nincs. Nem halmoznak föl javokat, nem tudtak hazajönni, nem tudtak földeket, gyárakat létrehozni. De nem tudott abból a szülőt semmit sem gyarapítani. Tehát kellene azokat a példákat is előadni kellőképpen, amely nem bátorítja folyamatos elvándorlásra, és ez a nagy nyugati imádat. Tehát ez nem igaz. De igen, megállok. Az elvándorlásnak nem a csábítás elsősorban az oka, hanem a kényszer. Lehet, hogy csábítás és az illúzió. Volt Jugoszlávia területén, lehet, hogy nincsenek olyan szörnyű, nyomorú viszonyok, mint mondjuk Kárpátalján vagy Felvidéken, de nem, a, szóval nem a csábítás miatt mennek el az emberek. A csábítás miatt elmentek esetleg a 80-as években, azok is, akik esetleg nem éltek rosszul a kommunista rendszerben, mert ott sokkal jobban éltek. Viszont most a kényszer viszi el őket, kényszeradkezőkbe vándorbotok. Miklós, igen, tökéletesen oda vannék, de nézzük meg kisváros vagy falu szintjén az ottani társadalmi rétegből kik mennek el. Először is, akik annyi pénzzel rendelkeznek, vagyonnal, amit értékesítenek, hogy ott meglegyen egy kezdőtőke. Ezek nem a nincstelen emberek. Ezek eladják, és viszonylag ott is jól élnek. Ez nem jellemző. Ne lehet, hogy nem jellemző, talán nem biztos, hogy a kárpátalja, de... Bocsássatok meg, az előbb mondtad, Otto Rank mit mondott, hogy egy olyan világban élünk, amit nem így álmodtunk meg. Igen. Na most ez a habitus, ugye, vagy 100 éve az értelmiségre jellemző. A művelt, igényes értelmiségre. Mert mi felszedtük azt a kultúrát, amely kritikussá tesz egy futószalagon legyártott kultúra iránt. Mi felszedtük, és állandóan keserűek vagyunk. Mi lesz azzal a nemzedékkel, amelyik ezt a kultúrát nem kapja meg, és fogalma sincs arról, hogy mit hasonlít össze, mivel, mert csak azt a neutron bombázást kapja, amit a bulvár média, a fogyasztói társadalomnak a szuggesziói jelentenek, annak ő már nem a hazáját fogja elveszteni, hát, és nem a kultúrát. Itt valahol az értelmiség felelőssége. Igen. Hát persze, de én azt szoktam tudom mondani, hogy az emberek nem hülyék. Tehát azt gondolom, hogy amikor valaki eljut arra a pontra, hogy rájön, hogy kiüresedett, ezt nem kellene követlenül megmondani a valakinek. Lehet, hogy maga előtt ezt el tudja tagadni. Vagy nem tudja nagyon sokáig azt hazudni magának, hogy amit a kereskedelmi televízióknak a képernyőjén lát, az jó. Tehát bekövetkezik az igazság pillanata. Ezért fontos, hogy az értelmiség és a szellemi élet legyen erős, és az igaz, amit ti mondtatok, hogy elgyengül a szellemi élet. Én ezen sokat gondolkodom, sokat írtam is róla. Ugye én úgy látom a probléma a sorozatát ennek az egésznek. Ugye az első kormány és az első parlamentben nagyon sok, ahogy mondtam, nagyon sok szellemi ember volt. Furcsa módon mégsem tudtuk létrehozni az új ellátórendszerét a kultúrának. Sok mindent megtettünk, de nem tettünk eleget. Na most jött egy új kormány, 94, amelyik részleges visszarendeződést hozott, kijelentette, hogy nem kell ez a sok hülye értelmiségi, szakemberek kellenek itt, kérném szépen. És megszületett ugye a szakember mitosza, ugye, amiből lettek politika technokratái és szakbarbárok, és elszegényedett tulajdonképpen a magyar értelmiség és a szellemi élet művelői elszegényedtek, kivéve azt a kis társaságot, amelyik eléggé itt fölösleges megnevezni, amely 94-től az állami és a létrejött másodlagos finanszírozó rendszerekből is nagyon jól meg tudott és meg tud élni.
azonban nem biztos, hogy föltétlenül törődik ennek az országnak, vagy ennek a nemzetnek az állapotával, mert viszont transznacionalista, vagyis azt mondja, hogy végül is bárhol lehet élni. Ugye, a lényeg az, hogy legyen egy Wi-Fi kávéház a közelbe, és akkor tudok a barátommal, aki Sydneyben van, én Frankfurtból említetted az első rendszerváltozás után elsőkben Antal kormány. Ugye azért töredelmesen be kell vallani, hogy kevesen voltak annak abban a kormányban és a kormány körül, akik olyan meggyőződéssel mentek volna kormányozni, mint amilyen meggyőződése Antal József. Én ismertem őt korábban, és nem csak miniszterelnökként ismertem őt meg, és hát ő az egész életét, az egész magyarságban élt a szellemileg. Na most visszaemlékszem, nagyon jó, Csehszlovákiában politizáltam akkor, és láttam azt, hogy mit lehetne tenni. De ahhoz nekünk nem volt önálló erőnk. Például lehetett volna Szlovákiában vagy Csehszlovákiában bankot alapítani. 500 millió dollárt kellett letenni az, hogy bankot lehessen alapítani. Jöttem, és a gazdaságpolitikusaitoknak térden állva könyörögtem. Gyertek magyar bankot alapítani Szlovákiába, több mint 200 helyen mi irányítjuk az önkormányzatokat, meg tudjuk szervezni azt, hogy legyenek bankfiókok. Nem nagy bankot kellett volna, egy takarékszövetkezet hálózatot. Nem értették meg a gazdaságot? Tudomásom szerint nagyon komolyan foglalkoztak, ugye hát én is ebben a kormányban dolgoztam, nagyon komolyan foglalkoztak ezzel a gondolattal. A Határon túli Magyarok Hivatalának az élén Encz Géza ezt értette, sőt a gazdasági miniszterek közül is sokan, de valahol a dolog kétségtelenül, hogy sokan feküdtek ennek keresztbe. Nagy baj, igazad van. Megjelent most egy olyan gondolat itt a beszélgetés során, hogy bizonyos fokig negatívan értékeljük, aki elmegy. Én azt tudom mondani, hogy tudományban el kell menni. Néhány évet ott kell tölteni. Tehát, és azért én úgy érzem, hogy a kultúra is ilyen. Szóval nyitni kell a világra, nyitni kell Európára. Tehát nem lehet az, hogy csak itt mi magyarok, hanem vannak Európában egyéb kultúrák, amelyek pozitívan fertőzik meg, hogy ezt a szót használjam, a magyar kultúrát, mint ahogy hagyd mondjam meg, Európa azt várta, hogy valahol a kelet-európai országoknak, közép-európai országoknak az európai csatlakozása egy olyan kulturális változást idéz a nyugati kultúrában, amelyre szükség volt, lett volna. Ez egy nagy várakozás volt. Ez vitathatatlan, hogy ez... De hát Kunderának most hagyd ne idézzem melyik könyvét, hogy nem történt meg. Tehát, a politika szintjén sem történt meg. A ciklikusság eleve kizárja, mert négy évenként... Bocsász meg, hogy félreszakítottalak. Igen, én csak azt akartam mondani, hogy akik... Mert ugye mondtad, hogy a HIFI és a Wi-Fi milyen fontos szerepet játszik bizonyos emberek számára. Igen, ő egy nemzetközi életben érzi jól magát, de én azt hiszem, és én most saját tapasztalatomat mondom, amikor kijutottam Oxfordba, Balliol College-ba, ahol ott magyar professzorok voltak, és ezek fölkaroltak. Tehát az, hogy aki ma elmegy a tudomány-művészet területében, de a magyar kultúra, és ezt szeretném mondani, a magyar kultúra olyan mélyen járta át, hogy ő akárhova megy, azért magyarnak érzi magát, az jót tesz a magyarságnak. Hát persze, hát ugye én mögöttem is, hát nem tudom, hogy összeszámolnám hány éve állna, és persze maradhattam volna kint, és visszajöttem. És nagyon sokat nyertem ezzel, és én is azt szoktam mondogatni vigasztalásul barátaimnak, hogy menjenek, csak jöjjenek vissza. A probléma az, hogy a kis emberek, azok nem biztos, hogy vissza tudnak jönni. De a Miklós mondta, hogy nem biztos, hogy a kultúrházat kell renoválni, hanem először vízvezetéket kell építeni. Ez egy gyönyörű metaforának is fölfogható, de abszolút igaz. Sőt, a szellemi emberek se tudnak mindig visszajönni, mert nincs hova. Igen, tehát, nincs hova, nincs igazából, miért, persze. Ebben kellene. De hát esetleg nyugdíjas. Igen, az egy másik történet. Azon kívül, hogyha az iskolában nem tudjuk azt a kultúrát, a kultúra csomagját odaadni a fiatalabb nemzedéknek, akkor már csak a gazdasági mércéket veszi figyelembe. Tehát ez egy borzasztó felelősség az iskola. Nem, mivel én vetettem fel ezt a gondolatot, vagy legalábbis esetleg okot adtam olyan kicsengésre, hogy
hogy negatív előjele van a kivándorlásnak, egy kicsit hagyjárjam ezt körül. Hát természetesen, hogy én is a szabad világban gondolkodom, meg járom is, meg utazom, meg örülök neki, meg, de azért valahol valóságtalaján maradva nekünk most a középréteg és a kis emberek mennek, keresnek életlehetőséget, és ez veszteség, hát akármit mondom. Értem? Kérem szépen, hogyha az elmúlt 200 évben egy 500 főt kitevő falu nagyjából reprodukálja önmagát, akkor az még 500 évig ott marad a falu. Ha 1.700.000 emberünk kiment, az az 1.700.000 ember lesz. Tehát azért vigyázni kell az, hogy kimegy valaki szellemembere és kamatoztatva visszahozza tudását, kapcsolatokat terem, stb. Igen, arról beszéltem, hogy akik kimennek tőkét tőre szertelni, meggazdagodni, azok közül nagyon keveset látunk, aki visszahozna valamit. Ott elvész, tulajdonképpen visszaforog abba a társadalomba, abba feléli életét, elér, elvesz a mi nemzetünknek. Hát természetes, hát ez így volt, mint a világ, hogy az emberek jönnek, mennek, keverednek. Na de hát mi ettől még de facto fogyunk és szegényedünk. És én ezt akartam mondani, hogy azt kell megerősíteni, hogy abban a térségben, ahol még élünk és elegendő életerővel rendelkezünk, azt kell valahogy mégiscsak inekciózni. Nem csak anyagiakat, szellemiekkel. Tehát, és erre fontos a templom, kultúra, iskola, nem mese, nem líra. Ha van lélek, akkor van a közösségben hit is. Ez tény, de még egyszer valamit alá szeretnék húzni. Az értelmiség felelőssége, az nem templom és iskola és könyvek. Világos, hát csak az egy más szintű felelősség. Ugyanis visszaemlékszem arra, hogy a 1970-es, 80-as években például Szlovákiában rengeteg magyar egyetemi oktató, asszisztens, tudományos kutató volt. Ma gyakorlatilag nincsen. Na most, de van rengeteg közgazdász. Ezekből a közgazdászokból minden közgazdász menedzser akar lenni, igen, biztosító ügynök akar, vagy biztosítóban akar dolgozni, bankban akar dolgozni, tehát pénzt akar keresni. Egyiknek sem jut eszébe, hogy mondjuk akár a szabad idejében felméri egy régiónak a gazdasági adottságait, és javaslót tegyen, hogy a helyi erőforrásokat hogyan lehetne felhasználni. Egy szébe nem jut egyiknek sem. Igen. Egyetértünk, Miklós. Itt vannak az igazi problémák. Fájhat a fejünk attól, hogy nem kellnek el a könyvek, vagy nem elfelejtjük a verseket, vagy meg se tanuljuk, vagy egyre rosszabbul beszélünk magyarul. Ez borzalom. De tehát az alapoktól kell kezdeni. Hát szerintem a kettő együtt jár. Együtt. Mert az fog ezen gondolkodni, aki azért könyvet ír, vagy könyvet olvas. Tehát ezt nem lehet elválasztani kettőt egymástól. Ugye azért Széchenyi ezzel foglalkozott, de mindjárt meg is írta ezeket a dolgokat. És hát persze sok kis Széchenyikre volna szükség, ugye a falvakban, meg a kisvárosokban. Ez így van. Kicsit. Hogyha a kulturális táptalajt nem tudjuk az emberek alá, a közösségek alá tenni, akkor minden igény utána fölösleges, mert mi az a töltés, ami arra hívná fel, hogy felelősséggel tartozik az iránt, a közösség iránt, vagy kisebbség iránt. Iskola minősége például. Na jó, például, hát akkor mégiscsak fontos az iskola. Igen, de a minősége. Ennél több is, mert a kultúra táptalaját az egy kicsit jobban el kell jutatni az emberekhez, különben minden gazdaság és bulvár lesz. És ez a neutron bombázás, ami ezen a rettenetes hírt, minőség nélküli hírtömegen átfolyik, én úgy képzelem, hogy ez arra való, ez a másodpercenként 1000 hülye hír, amire még eleinte felkapod a fejed, aztán egyre tompább leszel, arra való, hogy nehogy fontos dologra gondolj. Nehogy egyedül maradj, nehogy a barátaiddal maradj, nehogy csendben maradj, nehogy olvasd. Kinek az érdeke az, hogy elhülyítsenek? Kinek az érdeke? Hát én meg tudnám mondani, de most erről ne beszélj. Úgy látszik, hogy te vagy a legmarxistább köztünk. Ezt sose gondoltam volna. Állandóan az alapról beszélsz. Én azért azt mondom, térjünk vissza. Mi meg a tőkéről beszélek. Hát nem. Az iskola és a templom is igenis fontos. Én azt gondolom ebben a mai világban, most teljesen függetlenül, hogy milyen felekezethez tartozom, vagy vallásos vagy-e, minden templom torony az egy felkiáltás.
kiáltó jel, ami azt mondja, hogy itt van egy hely, ahova bemehetsz és csend van. Ez ez egy tiltakozás. Más kérdés sajnos, hogy bezárják a templomokat, mert különben kirabolják esetleg őket ugye a napvilágnál. De bizony, hát... Egy gondolatot szeretnék még itt megosztani, vagy legalábbis elmondani, hogy nem látom én ezt azért annyira kilátástalannak, ott látom igazán, hogy szólít a cipő bennünket, hogy hát nem baj, hogy se a mérhetetlen információzó hatagérben. Az a gond, hogy a mi értelmiségünk, szellemi életünk, vagy mi magunk, vagy én sem, nem tudunk igazán hatékonyan segíteni ennek válogatásában, szelektálásában, magyarán, hogy az adott helyen élő, adott problémákkal küzdködő ember megtalálja a számára szükséges információt. Tehát hozzá nem jut el adekvát tudás. Van egy nagy világtudás, amely nullát nem ér az egyszerű mindennapi ember számára, mert nem tudja kimarzsolázni belőle azt, ami neki létfontos, amivel az élet minőségét, tartomát javíthatná. Tehát ebbe viszont mégiscsak a szellemi életnek kell segíteni. Igen, de azt felejtettük el, amit Szent István tudott, hogy fontos a lelki élet, azért kell 10 falunak egy templomot építeni, de amikor elmegy a templomba a 7. napon az ember, akkor ugyanakkor kereskedjen is, azért a vásárnap. Én csak most realizáltam, hogy én 4 olyan intellektuális személyiséggel ülök egy asztalnál, a törzsasztalnál, akik irodalommal bizonyos fokig professzionálisan foglalkoznak. Én a egyetlen természettudós, nálatok... Én geológus vagyok, pszichológus vagyok. De azért legyük őszinték, mégiscsak a szép feltárásának emberei igen. vagytok, én pedig az igazat szeretném. Persze, ami igaz, ami igazán igaz, az szép is, és ami igazán szép, az igaz is. Ezt John Keats mondta, és John igaza Keats, volt. És igaza volt. És igaza volt. Jó van, köszönöm. Hát persze, de ő az angol, az ugye... Az egyik legnagyobb vers, amit írtak igen, valaha igen, is, ugye? Igen, ne haragudjál. Jó, rendben van. Ezt a labdát nem lehetett. Igen. The truth is... Truth... Most aztán jó, most én megkapom, ugye? Beauty, truth, truth. Truth is beauty, and beauty is truth. A másodikban nincs ez, csak beauty, truth. Yeah, oké. Okay. Nagyon fontos, hogy erről is beszélgessünk. Én optimistább vagyok nálad. Valamennyitöknél. Azért, mert amikor a török megszállás után, és most Csóri Sanyinak a gondolatát idézem, tulajdonképpen a magyar államiság megszűnt a megszállás alatt. De mégis újra és újra termelődött egy olyan szellemi tőke, amely egyik pillanatra a másikra, egyrészt ugye Erdélyben fennmaradt, ugye Tököliék alatt is. Meg részben a felvidéken. Meg részben a felvidéken is, így van, hát ő ugye a királysághoz tartozott. Hogy egyik pillanatra a másikra egy gyors, éppen a szegénység, a szellemi visszamaradottság, a gazdasági ellehetetlenés ellenére egyik pillanatra a másikra egy nagyon jelentős fejlődés jött létre. Beszéltünk a demográfiai drámáról, ugye szegény fekete volt az, aki mikor már elmondta, hogy micsoda krízis ez a magyar ság szempontjából, és mennyire kritizálták akkor, és mennyire igaza volt, hogy egy gyors felvirágoztatás jött létre. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez az ízlés cunami, amely most éri nem csak a magyarságot. Az ízlés telenség cunamia. Ízlés telenség. Hát az ízlés cunami alatt én azt értem, hogy mások ízlését ránk akarják kényszeríteni. De igazad van, ízléstelenség cunaminak is nevezhetem, de abban annál választhatok. Az ízlés cunaminál neked odaadják a könyvet, a filmet, a színházi produkciót, tehát én nem tudom, én mást akarok ezzel kifejezni. Hogy akkor is megvan az a szellemi tőke, amely előbb-utóbb, de érvényre fog jutni. És ez az érvényre jutott szellemi tőke
majd hirtelen fog virágba borulni, hirtelen fog hatással lenni. Akár olyanok, akik itt maradtak, akár olyanok, akik elmentek. Nézzétek meg Amerikában, Ausztráliában, mindenütt jártam. És megvan az a magyar mag, amely irodalmat csinál, költészetet csinál, amely olyan köröket hoz létre, ahol megjelenik az, hogy mi magyarok vagyunk, és azok is szeretnénk maradni. Kérdezem, van még két perc ebből az adásból? Van. Meg akarok mondani egy idevágó történetet. Egy nagyon kedves orvos házaspárnál voltunk nemrégiben, és hát ebben a eléggé, hogy úgy mondjam, nyomott hangulatban indult a beszélgetés, és erre azt mondta a házigazda, hát én anyai ágon a Percel családból származom, és a Percel családhoz oda került a 20-as években, 1820-as években, amikor a magyar nyelv sehol nem volt, amikor Magyarországon semmi nem történt, minden Bécsben történt, ugye? Oda került egy nevelő, aki magyarosította a nevét, mert félig német volt, Vörös Marti Mihálynak hívták. Ennek az embernek akkora hatása lett erre a főúri családra, hogy a szabadságharcban 10 Percel fiú lett katonatiszt. Képzeljétek ezt el! Ezt, és ugye azt mondták, ezek a mustármag emberek. Én is azt gondolom, hogy vannak csodák. Örülök, hogy a tudós mondja ezt egyébként, hogy vannak csodák. Én is lesznek csodák. Egyébként önmagunkért tühöngünk, és nem igen, magunk persze, ellen. Persze, így van. Így van. De azért az, hogy ugye itt elhangzott, hogy gazdaság kulcs szerepet játszik, hogy az oktatás, az iskola. Én itt a kedves nézők, a tanúim, hogy elég sokszor elmondtam, hogy a magyarság fennmaradása szorványban, de a kisebbségi sorban is attól függ, hogy az orvos, a pap és a tanító magyarul beszél, és példakép tud lenni. Ugye három nagy különböző terület, de valahol összefügg. És ezért hihetetlenül fontos volt az, amikor ugye Komáromban a Magyar Egyetem, Magyar Főiskola, ugye ott kulcskérdés. És sajnos az nehezen elfogadható, hogy Szlovákiában, Felvidéken a érettségizett vagy iskolát végzett magyar hallgatóknak fele akkora százalékos aránya jelenik meg az egyetemen, a főiskolán, mint a szlovák részről. Márpedig, ha igaza van Széchenyinek, amit nota bene ugye általában úgy szoktunk idézni, hogy igaza, hogy a kiművelt emberfő mennyisége a nemzet, így fejezte ki magát, a nemzet igazi hatalma, akkor ezen dőlhet el a kisebbségi vagy szorványban élő magyarságnak a megmaradásának, magyarként való megmaradásának a sorsa. És én meggyőződésem az, hogy a többségi nemzetek is tulajdonképpen, ha belátnák, most én elsősorban Erdélyre gondolok, ha belátnák azt, hogy Romániára gondolok, hogy nekik is haszonnal jár az, hogy van egy kétnyelvű, hétszerepet játszó kisebbség ott, amelynek gazdasági fellendülés az ő fellendülését is jelenti. Azonban nem látja be. Professzor úr, én azt hiszem, hogy erre a belátásra számítani, hagyatkozni nagyon vékony jég, akár a szerbek, akár a románok, akár a szlovákok részéről. Én inkább szeretném, hogyha az európai folyamatok vennének egy kicsit más irányt, és az országok Európája, hát népek Európája lenne, mert ez azt jelenteni, hogy az együttélés és az együttélés során szerzett tapasztalatok és szellem is tőke számítanak, és akkor mi magyarok nagy hatalom lennénk, mert ebben nekünk nagy történelmi tapasztalunk van. Csak ne felejtsük el azt, hogy amerikai mondás van, hogy a halott indián a jó indián, és az a jó magyar a elszakított területeken, aki már nem magyar, vagy aki halálvaló, aki meghalt. Hát hogyha ugye a indiánokkal sem harcolnak ma már Amerikában, mióta nagyrészt kigyilkolták őket, és a maradékot rászoktatták az alkoholra. Ha megnézed... Tehát én is azt szeretném, amit te mondtál,
de nem, ez és nem Európában nem látod a lehetőséget, nem lehet rákényszeríteni, tehát mégiscsak... De Miklós, az Európai Unió nemzetek Európája. Kellene, nemzetek. Nem igaz. Nem, kellene. Államok Európája. Államoké most, az a baj. Nem a nemzeteké. Ha nemzeteké lenne, akkor, nekünk... akkor teljesen más lenne a helyzet. Hát pedig... Én azt gondolom, hogy igen jó, hogy itt az asztalon egymás mellé ültetted Durai Miklóst és Hódi Sándort, mert én úgy érzem, hogy ők folytathatnak még egy hosszú beszélgetést, amelyben ugye a pszichológus barátunk talán Miklósnak a borulátását talán egy kicsit azért enyhíteni fogja. Olyan frappás volt, amit mondtál, de hát azért reméljük, hogy nem egészen így van. Na, az én tapasztalatom sajnos erről szól. Na, de Gyula, mondok egy szomorú főszerkesztő, tőle optimizmust várunk. Igen, mondok egy szomorú történet, ha még belefér az időbe. Az egyetemben mondhatod, hogy milyen jó, hogy van Komáromban Sej János Egyetem. Amikor 2003-ban elfogadta a szlovákiai törvényhozása egyetemről szólt törvény, erről az egyetemről szólt törvény, én elsírtam magam, annyira örültem neki. De én 1990 februárjában is benne voltam abban a csoportban, amelyik törvényjavaslót nyújtott be a prágai parlamentben a Magyar Egyetem megalakítására. És akkor még sokkal jobb feltételei voltak ennek, mint most, mikor a Sej János Egyetem alakult meg. És tudod, kik voltak elsősorban ellene? A felbújtatott magyarok. Felbújtott magyarok. Hát sajnos. Aláírást gyűjtöttek, tüntettek ellene. Azok a magyarok, akiket megvásároltak. És az ő szavuk győzött. Hát igen. Mindjárt sok magyar ellenséggel kell megküzdeni. Ennek ellenére, kedves nézőink, én azt hiszem, a mai délutánon egy olyan kritikus kérdésről beszélgettünk, amely mellett nem lehet elmenni. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem fontos. Hihetetlenül fontos. Hihetetlenül fontos Európában, ahol élünk, hihetetlenül fontos a diaszpórában élő magyarság számára, és éppen a Duna Televízió léte, mint ahogy ez itt szóba került, egy biztosíték arra, hogy valahol a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar szellemiség az egész világon meg tud jelenni. Köszönöm, hogy velünk voltak.